Jó napot kívánok, Kálmár Robert vagyok, a Túrzó Lajos Általános Iskola fizikatanára. Hatodikos osztályosok figyelmét szeretném kérni. A hatodik osztályban az elmúlt órán megbeszéltük, hogy mi az, hogy egyenes vonalú egyenletes mozgás, és az egyenes vonalú egyenletes mozgás alapképletét megbeszéltük, hogyan lehet a sebességet, a sebesség nagyságát meghatározni. Most pedig arról kellene, hogy beszéljünk, hogy a megtett útnak és a mozgás időtartamának nagyságát hogyan tudjuk meghatározni ugyanilyen típusú mozgás esetén, tehát egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén, valamint a sebesség és az út grafikus ábrázolásait szeretném nektek megmutatni. Egyenes vonalú egyenletes mozgás sebességének a képletét már megismertük, tehát ebből kiindulva a másik két képlet is meghatározható. Én szoktam azt mondani, hogyha a három fizikai mennyiség, amely meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást, amelyek a sebesség, az út és az idő, ezek közül, tehát bármelyik három közül, ha kettőt ismerünk, akkor a harmadik könnyen meghatározható. Hát, amint láttátok az előző órán, ott ismertük a megtett utat és az eltelt időt, nagyon könnyen meghatároztuk a sebesség nagyságát. Most megpróbáljuk majd meghatározni a megtett út nagyságát is, és az eltelt idő nagyságát is ezen az órán. Hát itt megint csak egy logikus gondolatmenettel kezdenék, tehát ha egy autó 10 méter per szekundumos sebességgel halad, ez annyit jelent, hogy másodpercenként 10 métert tesz meg. Tehát 10 méter hosszú utat tesz meg. És ha azt mondom, hogy ez a mozgás egyenes vonalú és egyenletes, akkor ugye hozzá lehet azt is tenni, hogy a következő 10 másodpercben, bocsánat, a következő másodpercben megint csak 10 méter utat fog megtenni, a harmadik másodpercben úgy szintén 10 méter utat fog megtenni, tehát, hogy a megtett utat megkapjuk, mit is kellett itt elvégeznünk nekünk? Ahogy látszik, a sebesség nagyságát és az eltelt időt kellett összeszoroznunk. Tehát 2 másodperc elmúltával 20 méter a megtett út, 3 másodperc elmúltával ugyanilyen sebesség mellett 30 méter a megtett út. Tehát már a matematikai összefüggést meg is találtuk, tehát ez azt jelenti, hogy a megtett utat úgy tudjuk kiszámolni, ha a sebesség nagyságát és az eltelt időt összeszorozzuk. És hogyha a sebesség és az eltelt idő alapmértékegységekben vannak, akkor természetesen alapmértékegységben kapjuk meg a megtett utat is, amelynek az alapmértékegysége a méter. Na most itt láttok sok mindent. Láttok egy piros alapon elhelyezkedő képletet, amely azt mondhatnám, hogy az alapképlete ennek az egyenes vonalú egyenletes mozgásnak, és láttok egy varázsháromszöget, nevezzük ezt varázsháromszögnek, majd mindjárt elmondom, hogy miért is varázsháromszög, és akkor végül a varázsháromszög után meg kijön az, hogy S egyenlő V szer T, vagyis a megtett út, az a sebesség és az idő szorzata. Miért mondom én azt, hogy ez egy varázsháromszög? Ha megnézzük a háromszöget, megnézzük az alapképletet, akkor láthatjuk, hogy ami az alapképletben fizikai mennyiségként legfőjebb van, tehát a legmagasabban van, az a megtett út. A háromszögben úgy szintén fönt van a megtett út, és aztán
lent a földszinten pedig ott van a másik kettő fizikai mennyiség, a V és a T, sebesség és az idő. Hogyan működik ez a háromszög? Ez a háromszög úgy működik, hogyha én szeretném például ebből a háromszögből a megtett út képletét kiolvasni, akkor csak annyi a dolgom, hogy a megtett utat le kell takarnom. A megtett út ugye az S betűvel jelölt fizikai mennyiség. Azt, ha letakarom, akkor marad a V és a T egymás mellett, a sebesség és az idő egymás mellett, azaz annyit jelent, hogy a képetben látjátok, egymás mellett vannak, azaz össze kell őket szorozni. Tehát, még egyszer mondom, az embernek csak az alapképletet kell tudni, és az alapképletet be kell tudni írni ebbe a háromszögbe, és ebből a háromszögből aztán bármelyik fizikai mennyiség képlete kiolvasható, ha a másik kettő természetesen tudjuk. Tehát a nyilacskák is mutatják, hogy az alapképletből következik a háromszög, amelybe beírtuk a fizikai mennyiségeket, és a háromszögből pedig ki tudjuk olvasni a megfelelő képletet, ahogy megbeszéltük. Hogyan határozhatjuk meg a mozgás idejét? Hát ugye ezt már megbeszéltük, hogyha a másik két fizikai mennyiséget ismerjük, azaz ismerjük a megtett utat és a sebességet, akkor kiszámítható az idő is. Hát nagyon ismerős nekünk a tábla alja, mert alulról ugyanúgy az alapképlet helyezkedik el, piros alapon V egyenlő S per T, ugyanaz a háromszög helyezkedik el, csak most mi az időképletét szeretnénk ebből a háromszögből kiolvasni, és ugye megbeszéltük az előzőekben, hogy mindig azt a fizikai mennyiséget takarjuk le, amelyet ki szeretnénk olvasni belőle. Tehát most az idő az, ami a kérdés, akkor azt mondom, hogy az időt letakarom. Mi maradt itt a háromszögben? Maradt egy S betű, és alatta egy V betű. Tehát fönt S, lent V. Ugyanez van itt a képletben. Tehát T egyenlő, fönt S, lent V, tehát T egyenlő S per V. Ha megvannak a megfelelő fizikai mennyiség adataink, tehát a megtett út és a sebesség, akkor időt is tudunk számítani. És akkor mindjárt következzék egy feladat, amelyet itt közösen megoldunk. A feladat azt mondja, hogy van egy utasszállító repülőgépünk, amelynek a utazó sebessége 900 km per óra. Mekkora távolságot tesz meg egy ilyen repülő ekkora sebességgel 2 perc idő alatt? Ahogy már megszokhattuk a feladatokat, azokat úgy végezzük el, hogy a szövegből kiírjuk a megfelelő fizikai mennyiségeket, amelyek megvannak, tehát itt ismerjük a repülő sebességét, amely 900 kilométer per óra, és ismerünk egy időadatot, kis t egyenlő 2 perc, és a kérdés az, hogy ilyen sebesség mellett ennyi idő alatt mekkora távolságot, azaz mennyi utat tesz meg a repülőgép, tehát S egyenlő kérdőjel. Az előzőekben már láttuk a háromszögeket, amelyekből a képleteket ki lehet olvasni, és hogyha megfelelően használjuk ezeket a háromszögeket, akkor kiolvashatjuk, hogy a megtett út S egyenlő V-szer T képlettel számítható, azaz számolható ki. Most azonban mielőtt elkezdjük számolni, egy nagyon pici pillantást kérnék
a megadott fizikai mennyiségekre és a fizikai mennyiségek mértékegységeire. Hát látjuk, hogy a sebesség nem alapmértékegységben van megadva, kilométer per órában. Az idő sem alapmértékegységben van megadva, hanem percben. Ha órában lenne megadva az idő, akkor még könnyebb dolgunk lenne, mert kilométer per óra a sebesség, óra az idő, akkor azokkal már, ahogy az előzőekben láttátok, könnyebben tudunk bánni. De mivel az idő sem ugyanaz, tehát a sebességnél óra, az időnél pedig perc, ez miatt én azt javaslom, hogy itt mindjárt a kezdetek kezdetén alakítsuk át a mértékegységeinket alapmértékegységre, és majd az alapmértékegységben megkapott fizikai mennyiségeket szorozzuk össze. Hát akkor nézzük, a már korábban megszokott módszerrel 900 km per órát úgy tudjuk átalakítani, hogy megszorozzuk 1000-rel, elosztjuk 3600-zal, és itt már méter per szekundumokban vagyunk, és ha ezt a műveletet végig megoldjuk, akkor azt kapjuk, hogy 250 méter per szekundum a repülőgépnek a sebessége. Azért gondoljunk csak bele. Tehát másodpercenként 250 méter. Nem kevés. Ennyi a 900 km per óra. Tegyük meg az idő átalakítását. 2 perc, az mennyi másodperc? 1 percben van 60 másodperc, akkor ha jól számolom, akkor ugye a 2 perc az 2x60, azaz 120 szekundum, azaz másodperc. Hát megvannak az alapmértékegységek, ettől kezdve nagyon egyszerű dolgunk van. Azt mondjuk, hogy ha alapmértékegységben helyettesítünk be, akkor alapmértékegységben kapjuk meg a végeredményt, azaz 250 méter per szekundum szorozva 120 szekundummal, amennyiben nem csal az emlékező képességem, akkor az 30 000. Igen, 30 000 méter. Ugye tudjuk, hogy a megtett útnak az alapmértékegysége méter, de hogyha megnézzük a mértékegységeket, és azokat is egyszerűsítjük, akkor is kijön az, hogy métert kapunk, mert itt van egy szekundumunk a számlálóban, itt van egy szekundumunk a nevezőben, tehát őket, ha leegyszerűsítjük, akkor megmaradt a méter. Tehát a végeredmény az 30 000 méter, azaz mondhatnánk azt is, hogy 30 kilométer. Hát akkor haladjunk tovább. Hogyan is lehet grafikusan ábrázolni? Például a sebességet, vagy a megtett utat. A grafikus ábrázoláshoz arra van szükségünk, hogy egy nagyon picit megismerkedjünk, vagy elmondjam azt, hogy derékszögű koordinátorrendszerben fogjuk ezt megtenni, mint ahogy látjátok. Van egy vízszintes tengely, van egy függőleges tengely. Mindig a vízszintes tengely az a fizikai mennyiség, amelyhez képest viszonyítunk, és a függőleges tengely pedig az a fizikai mennyiség, amelyet viszonyítunk. Mondjuk azt, hogy ábrázoljuk a V egyenlő 5 méter per szekundumos állandó sebességet az idő függvényében. Megrajzoljuk, ettől egy kicsit szebben, mint ahogy én, a függőleges tengelyt, amely a sebesség tengelye lesz, és a mértékegysége méter per szekundumokban lesz felírva, és a
vízszintes tengely, az pedig az idő tengelye, ahol pedig az idő szekundumokban lesz megadva. A nagyon lényeges dolog az, hogy úgy a vízszintes tengelynél, mint a függőleges tengelynél majd egyenletes beosztásaink legyenek. Tehát azt mondom, hogy a vízszintes tengelyen, ha 3 másodpercet szeretnék ábrázolni, akkor azt mondom, hogy az origó a 0, 1, 2, és akkor megpróbálok körülbelül ugyanakkora távolságokat hagyni, és a 3 másodperc. És sebességet pedig akkor 5 egyenlő részre osztom be, 1, 2, 3, 4, 5, tehát azt mondom, hogy itt van az 5. Bocsánat, nem tudom mennyire látszik, most már itt egy kicsit firkáltam, az 5 méter per szekundum, tehát hogyha 3 másodpercen belül szeretném ezt az 5 méter per szekundumos sebességet ábrázolni, mivel azt mondtuk, hogy a sebesség állandó, akkor itt egy egyenes vonalat kell, hogy húzzak, mégpedig a 3 másodpercig. Megkérdezhetnétek, hogy mi az a besatírozott és S betű, az pedig azt jelenti, hogy ennek a grafikonnak a segítségével még a megtett utat is ki lehet számolni, mert tudjátok, hogy a megtett út az sebesség szorozva idővel, tehát ha ennek a téglalapnak az oldalait összeszorozzuk, akkor azaz a sebességet és az időt, akkor megkapjuk a megtett utat. Jó, és akkor nézzük, hogy hogyan ábrázolható a időfüggvényében az út. Ahogy látjátok, ahogy múlik az idő, annál több és több utat tudunk leolvasni, mert hogy a fizikai test annál több és több utat tett meg. Egy konkrét példán keresztül bemutatva, tehát azt mondjuk, hogy ábrázoljuk a megtett utat akkor, hogyha másodpercenként 4 méter utakat tesz meg a fizikai test, tehát az első másodperc végén 4, a második másodperc után 8, a harmadik másodperc után pedig 12 méter a megtett út. Ezt úgy lehet ábrázolni, hogy megint csak a derékszögű koordinátorrendszer, most viszont a függőleges tengely az az út, mint fizikai mennyiség fog rajta szerepelni. És ahogy beszéltük, a vízszintes tengely az pedig mindig az, amihez viszonyítunk, tehát az idő függvényében ő neki a másodperc, a mértékegysége, és akkor nézzük, azt mondjuk, hogy itt is egyenletesen osztjuk be az időt 3 egyenlő részre, 1, 2, 3, tehát 1, 2, 3, az utat pedig 4, 8, 12, tehát lehet venni mondjuk kettesével is, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tehát 2, 4, 6, 8, 10 és 12, és akkor azt mondjuk, hogy az első másodperc végén 4 méter utat tettünk meg, kössük ezeket össze. Itt kapunk egy pöttyöt. A második másodperc végén 8 méter utat tettünk meg. Ezek, ahol találkoznak, ott is egy pöttyöt kapunk. És a harmadik másodperc végén 12 méter utat tettünk meg. Nézzük, hol találkoznak. Itt találkoznak, és hogyha valaki szabályosan szerkesztette, én tőlem szebben és szabályosabban, akkor itt egy egyenes vonalat kell, hogy kapjunk, ha ezeket a pöttyöket összekötjük, és az origóban kell, hogy befusson ez a grafikon.
Hát most megkérdezném azt, ha itt lennétek, hogy érthető-e, vagy van-e valami kérdés, de ezt nem tudom megtenni, tehát akkor köszönöm szépen, és örülök, hogy segíthettem, és eredményes munkát kívánok nektek.